Itt van a farka is, a feje is, a perzselt fej, láb, köröm, ami belekerül, a belsőségek, tüdő, máj, szív, lép, vese, és a tisztított gyomor, a pacal is. Az igazi hungarikum pörköltbe a birka minden részét beleteszik a fülétől a farkáig. Fontos a megfelelő minőségű birka, valamint hogy csak is hagyományos fűszereket használnak hozzá, mint a só, a bors, illetve a paprika. Nagyon szeretjük főzni ezeket a sziki birkákat. Ragaszkodunk is hozzá, ami itt a környékünkön legel, szedi magába azokat a finom gyógynövényeket, amiket a birkák megkeresnek maguknak. Nem tápon, nem abrakon, hanem már ilyenkor a füvön vannak kin. A gasztrokulturális fesztivál célja, hogy a vendégek megismerjék a kunsági hagyományokat. Nálunk a birka pörkölt az egyévé tartozást jelképezi. Ilyenkor nem csak a itt élő karcagiak, hanem az elszármazott karcagiak is megjelennek a legnagyobb örömünkre. A nagykunságban a birkafőzés tudománya apáról fiúra öröklődik. Igazán jó birkapörköltet a karcagiak tudnak főzni, ezért is jó, hogyha minél többen igyekeznek megtanulni ezt átvenni, hiszen a régi nomád hagyomány, a pusztai életformának ez a jellegzetes étele, ez leginkább itt maradt fönn, ezért is egy olyan kincs, amit hungarikumként is méltóképpen őriznünk kell. Egyetlen titka van, jó birkából, jó alapanyagokkal, és a hagyománytól nem eltérve, hiszen a kísérletezés, a különleges dolgok beletétele az mindig kudarcot val. Ugyanúgy kell, ahogy apáink, nagyapáink, dédapáink készítették, és azt látom, hogy a fiaim is így fogják megtanulni, és ez a karcagi birka pörkölt titka. Jó alapanyagokból finom ételt lehet készíteni. Évente 60 ezer tonna birkahús termelnek Magyarországon. Az egyfőre jutó hazai fogyasztás azonban alacsony. Az éves birka mennyiség, amit egy átlag magyar megeszik, az egy ilyen 25-30 deka körül van, miközben az Európai Unióban meg 2 kiló körül van az átlagos birkahús fogyasztás. Tehát bármilyen furcsa is, nekünk magyaroknak egy kicsit többet kéne ezt az egészséges, vegetáriánus birkahúst tenni. Tulajdonképpen rendkívüli módon van adottságunk ahhoz, hogy ennek a tenyésztésébe több energiát tudjunk belefektetni. A hungarikum karcagi birkapörköltet a világ minden táján ismerik és szeretik, hiszen az országhatárokon túlról is érkeztek vendégek és versenyzők is a nagykunság fővárosába.